úgy aludtam el este 10-kor, hogy az egyik szememet feltámasztottam egy fogpiszkára. És? Na, így már láttam, hogy jönnek a rablók, csak nem hallottam. Kivettem a rádiómból az elemet, és beletettem a hallókészülékembe. Egy csapásra minden megváltozott. Na látja. Mert most már hallottam volna a rádiót, de elem nélkül nem mondott semmit. Szóval jöttek a rablók? Ugyan, jöttek ám a rablók, és akkor pont nem aludtam, mert néztem a tévében a való világot. Éppen elcsodálkoztam, hogy miért dugnak manapság fotel alatt a fiatalok, időben ez nem kellett fotel. És akkor meghallottam, hogy az előcsarnok tele van settenkedéssel. Három fiatal settenkedett. Oda mentem és felszólítottam őket, hogy ha a mackót keresik, várjanak az épület előtt a sötétben. Kérdezték miért? Mondtam, mert van egy népszokás, ha a mackó kijön és meglátja az árnyékát, visszamegy. De ha sötétben várunk, nem megy vissza, mert azt hiszi, éjszaka van. Na, holott tényleg? Na meg még mondtam, hogy nem tudnak bemenni a pénztárterembe, mert elvitték az ajtót javítani. És akkor elszomorodtak és letettek a szándékot. És mi történt ezután? Az egyik még kért egy pohár vizet, aztán semmi, kérem szépen. Elmentek, aztán 7 órakor mentem a kulcsaimmal, hogy nyitom a hivatal, de nem volt ott. Eltűnt, kérem. Később a rendőrség mondta, hogy amíg aludtam, elvitték a mélybe a vasemberek, mert acélkönnyű szerkezetes. Hogyan tudta ezt az újabb traumát átélni? Hát, javaslom, hogy váltsunk témát, nekem az van írva most. Ja. Mert hogy témát nem váltok, hanem euró dollár témát, az nem. És ez hol van? Ez nem. Tessék beszélni hozzám, hogy ez a kéne válaszolni. Én mondom a magam, én is kapcsolatom. Maga is hülye, én is hülye. Azt mondom, hogy Jézus már. A fennmaradt írások szerint a falut először nem említik, amiben én lakom, csak jóval később. Kevesen tudják, Ian, oké. Tévedtem, Eurodolát. Kevesen tudják, majd összehangoljuk mindkeztet. Olyan bánatban már ne. Főpróbál előadás, utáni előadás. Kevesen tudják, hogy Laci bácsi a falu élő krónikása. Honnan jött az ötlet, hogy összegyűjtsön mindent, ami csak a faluról fellelhető? A fennmaradt írások szerint, mint ahogy már előbb mondottam, ja, a falut először nem említik, csak jóval később. Ha megkérdezi, ez mikor volt, én mondom. Amikor Attila találkozott Emőddel, legnagyobb ellenlábasával. Mert ugye az uralkodás olyan, mint a konyha. Minden lábasnak van egy ellenlábasa. Na, akkor lett a községünk az uradalmi birtok, méghozzá a látnokiak tulajdona. Az örök látnoki gróf nem egyszer mondta nekem abban az időben, maga kicsoda. Érti? Hát már nem látod. Na. Kik értek itt a faluban abban az időben? Abban az időben a faluban a falu lakosa értek. Akkor ugye gondolom többféle foglalkozást tűztek. Igen, mert ha egyféle foglalkozást tűztek volna, akkor éhen haltak volna az erős konkurencia miatt. Ez kéne, amit micsoda? Hol? Hát ez a kabátom. Ja? Azt hittem valami korabeli ruhadarab. Korabelinek korabeli, ez meg itt rajta van a nadrágom alatta, van egy kisebb, ha érdekel kisebb. Itt a ételhordó körül már remek illatok terjengenek. Az nem én voltam. A fiával mi van, Laci bácsi? Halló, Pestre került egy nagy vállalathoz. Hát ott, ott van az, biztos, hogy ott van, mert ilyen nekem nincs lényeg. De például én elindultam, föltámadt a pávavetítő. Itt a faluban a szélhajtó együttesben énekelek. Együttesünk a kalotaszagú kis tilinkos képdalakra dolgoztak. Egyen már készen is vagyunk. Az úgy, hogy mióta pacemakerre van a babámnak, lefőjár a garázsajtó. Hát, drága Laci bácsi! Hát, drága Laci bácsi! Valamennyi nevében, szívből köszönjük, hogy eljött hozzánk egy év után, és kívánunk nagyon nagy szeretettel további jó erőt, egészséget! Köszönöm szépen, a megyek, mert elhűl a tök főzeléklevés. Azért egy utolsó kérdést engedje meg. Végül hadd kérdezzem meg, ha újra kezdhetnék, akkor is mindent ugyanúgy csinálnak? Nem, édesfiam, nem. Ezt a riportot veled nem vállalnak. Teljesen mást hoztam el, mint a tiéd. Volt ebből egy verzió, amit Maksa Zoli megírt, amit